Ez körülbelül 10-15 éve Magyarországon, idézőjelben mondom, elnyomták. Mi az oka? Helyette jöttek a slágerek, jöttek a különböző dalok, különböző nóták jöttek, és ez nem igazi magyar nóta. Az igazi magyar nóta, amit ma este látni fognak, az a cigány zóta, a cigány zene és a cigány zene mellett a magyar szó. Ezért igyekszünk, tudjuk, hogy nagyon nehéz, azt is tudjuk, hogy sok idő kell még ezt a szívekbe visszahozzuk. Ez az első alkalom, a következőt szeretnénk októberben megismételni. Reméljük, hogy ez a nóta szó. Ez kimegy a falvakba, a közönségbe, a szívekbe elül, és akkor októberben újból találkozunk. Nem lehet azt parancsolni senkinek, hogy azt szeresse, akit a szíve nem szeret. A közel 10 nótázó számtalan dalt hozott magával az estre. A magyar nóta a magyar népdalból sarjadzik, és tulajdonképpen az a gyökere, tehát igazán magyar kultúra. Az, hogy ezt az 1800-as években elsősorban cigány primások játszották, így hozta a sors. Ők tudták ezt legjobban. Hát Liszt Ferenc számtalanszor megsüvegelte ugye a bihari prímást, aztán a Lavotta, sorolhatnám, ott van a Rózsavölgyi Márk, ugye, akik hát világhírű prímások voltak a maguk idejében, és tulajdonképpen ők tartották életben ezt a nép dalkincset, illetve ezt a nótakincset, és azt hiszem, hogy mi most már így 50-en, akik már 50-en túl vagyunk, még emlékszünk rá, hogy a mi gyerekkorunkban minden délben szólt a muzsika ebédkor, tehát ma, jó ebéte szól a nóta címmel volt ez a műsor, és talán a mostani időkben, mostani években egy kicsit háttérbe szorult ez a műfaj, ami nem jó. És ennek szeretnénk egy kicsit elejét venni, hogy ez a népdalkincs, ez a nótakincs, ez eltűnjön. Mindenki saját maga válogatta, elsősorban a kedvenc nótáit, nem volt megkötés, hogy kinek mit kell énekelni. Mindenki hozott 5 nótát, népdalt, illetve nótát, igen, és akkor abból 3-at tartottunk meg, ezt közösen választottuk ki, hogy kinek melyik legyen, de mind ismertek, többnyire ismertek. Vannak köztük kuriózumok is, amelyek kevésbé ismertek. A nótázók után Csicsó Győző cigányzenekara húzta a talpalánvalót. A szegedi együttes gyökerei Szekszárdra nyúlnak vissza. Kisgyermekkorunk óta együtt játszunk, mert testvérek vagyunk nagy részben. A zenekarunk egy család, jelenleg is Szegeden Fejétoly halátsárdába játszunk, ami egy nemzetközi hírű halátsárda. Szekszárdi ősökkel rendelkezünk, és az itteni művészek meghívtak minket egy vendégszereplésre. A fellépők hivatásuknak tekintik a zenét, habár tudják, hogy nálunk sajnos ebből nem lehet megélni, de remélik, hogy előbb-utóbb sikerül visszalopni az emberek szívébe a muzsikát. Csak csendben.